nézel rám, csend honol a táj. Csak egy méla borjú bőg fel, néha fájó. Alvó béresektől tartál az asztot. Öj, de rég voltak, mikor még itt vasztott. Beborult az élet, cigyek a világot, mert hogy kivetettek a pinára vámot. Honok derült mélyen alszik most az ének, adómentes pináról hallodnak a vének. Toldik úrján is rajta csüng a rontás. Nem veri a pöcsét, csak egy méla kondás. Itt él Miklós, ki már lassan őszre kajla. Legendás dorongját ódon rossz a marja. Háj, amikor még bejárt vígan sok hegyet, völgyet. Háj, amikor nagy pöcsre fűzve szűzlányt úri hölgye. Nem ragyog már Miklós farka hímes kékkel. Diót tör csak feles néha dinnyét lékel. Budavára felől kósza hírek járnak. Ott is beborult már a régió világnak. Buzerán stadjának erkölcse hódít. Becipeltek azok csúf idegen módit. Ez a nyavajája sok úri háznak. Nyegle udvaroncok nyalnak, franciáznak. Így kesereg Miklós, mi szolgálja Bence. Megmaradt kenőccsel a tepsit kikent. Aztán tréningképpen, mint ifjú korában, léget fújt faszával a szemöldök fába, ekkor egy hírnök jött, elfúlva a hírrel. Budán egy csevelnő gyalázatot mivel. Részálja valagát, s a magyar becsmérdi. Nincs már acélos jó magyar fasz, kérdi. Felhördült most Miklós, s félrelöpve Bencét szétverte pöcsével a vaspántos kredencét. Smirklizni farkát, rozsdás buzogányát, próbaképpen meghagyta Bence ifjú lányát, ünneplő ruháját felrántotta aztán. Így szól, megmutatom, mit tud egy agastya. Végül felkapott egy darab tüzes taplót, segbe döfte vele. Úgy rárót a vaklót, hogy szörnyű kinnyába szegény rozzantvára táltosként szágódott Miklóssal Budár. Gyászlobogót lengett a szél Budaváran, tarsegű kesejű kupasztott mogorván. Házastársak jönnek delnő, tág valakkal. Rég nem használt férjek fityegő kis fasszal. Impotens lovagok mennek támadásra, három hetes kemény távnyalásra. Trágár utvaroncok nyaldosnak duetba. Amott martalócok, ledér menyeskékkel félnek hátulról. Épp úgy, mint a kecskék. És még így majmolják az oktalan barmok, eunok fújnak seggel víg tamtamot. Meghágni Bunyevác Mirandát. Ki cseh származású hirdeti nagy garral, nem találkozott még nagypöcsű magyarral. Buda hajlatában vert anyát a tábor, veterán vezérük, idős lacfinádor, kinek nemi kedve napról napra fogyó, seggeim már ráncos, töke fonnyott bogyó. Ronyszerű pöcsével csak néha kefélne, inkább a csizma szárát fényesíti véle. Ifjú leventéknél még szörnyűbb a viszony. Ismertető jelük időt pina iszon. Éjvezetővel ilyen lovagokkal kibírna bajt vívni rengő valagokkal. Hogyan is vághatnák be a farkukat, tövik, akik a pinát csak csúzlival lövik. Hiába hemperek fasz epedve nőjük, évszámra nem áll fel rohadt begyörőjük. Háj, magyar dicsőség, régen tűnő holmi. Hol késel legendás nagypecsöddel, Toldi? Nem tud itt kefélni, néhány kun pár mor még. Bújjék ki a ködből farkad, mint az árbóc. Vágtas öreg Miklós,
Vedd kisdestre hordát, nyerd meg ezt az utolsó hűséges tornát. Hogy a nap korongja a hegyekre hágott, Miklósunk lovának tarseggére vágott. Mivel annak vártati nem akaródzott, csak poroszkárt, fingot, vakaródzott, mivel sarkantyúját elvesztette kockán, így Miklós pöcsével úgy vágta a kockán, hogy szegény gebéből majd kiszállt a pára. Státosként futott Miklós a Budára. És a küzdőtéren, mint a harc hevített, összecsuklott, és egy utolsót nyerített. Öreg! Szólt egy lovag. Dőlt nagy röhögésbe. Hős paribát kimúlt vége a gyengülésben. Öreg, tudsz-e hágni? Indulsz a tornára? Mondj csak, emlékszel még a nyálkás pinára? Faggatják lihegve, ám ő csak magorva, hallgat szemlesütve, mint egy vélaszkét. Bőg a gyülerész név, szűz vagy vén apostol, azért vakaródzol vagy a sok lapostól. Ám a vad röhögésük doppergésbe részel, az olcsó nemesség nem segít a népen, mely most farkbe húz a kóborról a réten. A csedelmű rengő valagával csalogatja őket, mézzel, malagával. Bújnak a magyarok, csak a lengyel Gaston hempereg a híres brüsszeli damaszton. Szól Miranda. Nincsen jó magyar fasz, mondom. Humánus, előront szavára 10 cseh uránus. Leugrik a nőről, lábra pattan, szörnyű nagy fasza a csehek hátát csatta. Majd feljebb emeli az eres faszát, fricskántozza veri szét a csehek ronyhadát. Csáront most Miklósra egy cseh női század. Numerált most Miklós leadhat vagy század. Farkát egymás után a belnőkbe akassza, Bertály óra alatt mind félholtra bassza. Mit csinál ez alatt Miranda a teste? Zöldre vált valaggal a menekvést kereste. Nekiront most Miklós kegyetlen döfléssel, felnyársalja őt hatalmas pöcsével. Tapsol a nép, fetreng seggét veri földre. Eget verő zajjal kapják Miklós törbe, míg magasra tartják, győzök táncát lejtik, igyekezetükbe Miklóst fejre ejtik. Beverte homlokát, mely követ talára, lett a harci dalból halottak siráma. Na és kik? Ti? Olvastátok? Hát menjetek a picsába. Thank you.